Jó estét kívánok, a közügyeket látják. Választásokkal kezdünk majd, hiszen megindult a kampány az április 24-i országos tartományi és önkormányzati választásokat megelőzően, bár a tartományit még ki sem írták. Aztán milyen számon kérhető feladatokat tartalmaz a kisebbségi akcióterv? Erről kérdezem majd Nyilas Mihály tartományi nemzeti kisebbségi nemzeti közösségi titkárt, aki maga is részt vett a dokumentum kidolgozásában. Uniós megoldás születhet-e a migráns válságra, milyen elképzelések körvonalazódnak, ez is kiderül a közügyekből. Aztán pedig azzal is foglalkozunk majd, hogy milyen legyen egy szerb óra az iskoláinkban. Eznek az a célja az MNT kezdeményezésére, hogy a gyerekek úgy kerüljenek ki az iskolapadból, hogy értik és beszélik az államnyelvét. Jobban van az Óbecsei Kalmár Erik, a szlovákiai rehabilitáció után mutatjuk majd ezt is. Ezek ma a témák a közügyekben, kezdünk. Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek. Április 24-én országos tartományi és önkormányzati választások lesznek Szerbiában, készülnek a pártok, többek között a Vajdasági Magyar Szövetség is. Vendégem a stúdióban Pásztor István elnök. Jó napot kívánok! Jó napot, nézők felvételről látják a beszélgetést, ma délután rögzítettük. Hogy készülnek a választásra? Van-e már program? Vannak-e már jelöltek? Jelöltek már vannak, a program készülőben van, gőzerővel készülünk, mert az a feladatunk, hogy a Vajdasági Magyar Közösségnek minden szinten parlamenti képviselete, illetve önkormányzati képviselete legyen. Azt gondolom, hogy ahogy eddig is az előző évtizedekben, most is az elkövetkező 4 évben ez a feladat a Vajdasági Magyar Szövetségre, illetve a partnereire vár. Azért beszélek a partnerekről is, mert ez egy koalíciós erőfeszítés fog lenni, ennek a koalíciónak a részei a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, illetve a Magyar Egység Párt, ezzel kapcsolatos koalíciós tárgyalások befejeződtek. Mi köti elsősorban össze ezt a három pártot? Hát mindenek előtt az érdek pedig az, hogy a Vajdasági Magyar Közösség érdekeit próbáljuk közösen képviselni, maximalizálva a mozgósító erőt, túllépve azokon a különbségeken, amelyek az elmúlt években is ma is léteznek közöttünk, de úgy tűnik, hogy igaz az az állítás és föltételezés, hogy kisebbek a különbségek, mint amekkora a közös érdek, úgyhogy helyi szinteken is, meg minden egyéb más vonatkozásban meg tudtunk állapodni. Nagy valószínűséggel a holnapi nap folyamán formálisan is aláírjuk a koalíciós megállapodást, hogy a listákat át tudjuk adni. Ez a koalíciós szerződés kötés mit jelent? Köztársasági szinten, tartományi szinten, illetve az önkormányzati szinten? Mind a három szintre vonatkozik, azzal, hogy a köztársasági szint vonatkozásában elsősorban a program az, ami összeköt bennünket, amit közösen fogalmazunk meg. A köztársasági választásokon a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István név alatt fog ez a koalíció megmérettetni. Ezen a köztársasági listán csak VMS-es képviselőjelöltek lesznek, ez egy teli lista fog lenni 250 jelölttel. Az első nevekről tudhatunk már valamit? Az első nevekről annyit lehet tudni, hogy az eddigi parlamenti képviselőket szeretnénk továbbra is, ha a választópolgárok megtisztelnék a bizalmukkal. Ez az első 5 hely akkor. Ez az első 5 hely, de azt gondolom, hogy a lista hátralévő részében is olyan jelöltek vannak, akik meg tudnak felelni annak a feladatnak, amelyik a parlamenti képviselők előtt áll. Ami a tartományi listát illeti, az ugyanolyan néven fog futni, mint a köztársasági, tehát a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István, azzal, hogy ezen a listán a két koalíciós partnernek is lesz helye. Ami a lista első pár nevét illeti, a mostani összetételben szereplő emberek egy része van rajta a listán, és rengeteg új név. Azt gondolom, hogy ez is egy reprezentatív lista, nem csak területi vonatkozásban, hanem szakmai tekintetben és minden egyéb más vonatkozásban.
Ami az önkormányzati listákat illeti, ott 4 olyan önkormányzat van, ahol erőteljes közös föllépés mutatkozik a listákon is. Ez Becse, Törökbecse, Temerin, illetve Topolya. Mindenhol a listák a listákon szereplő pártoknak a nevét is magukban viselik, illetve a listavezető minden egyes lista tekintetében én vagyok, mint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Azt gondolom, hogy ezek a beszélgetések aránylag egyszerűen, sikeresen lezárultak, és ez öröm mindenki számára, azt gondolom, mert egy olyan összefogásról tanúskodik, ami folyamatosan elvárása a vajdasági magyar közösségnek. Ön az előbb 4 önkormányzatot nevezett meg, amelyben koalícióban indulnak. Az összes többiben önállóan indul a Vajdasági Magyar Szövetség. Mely önkormányzatokban? Az összesben nem tudom pontosan elmondani magának, az összes olyan önkormányzatban, ahol magyarok élnek, az esetek több mint 80%-ában, 90%-ában önállóan fogunk indulni, vagy teli listákkal, vagy teljes listával, vagy pedig ha egyharmados listával olyan közegekben, mint amilyen Nyugodt-Bácska, ahol kevesebben vagyunk, illetve vannak elsősorban szerémségi önkormányzatok, ahol egy-egy településen élnek magyarok, ott nekik kell megtalálni a potenciális partnerokat, van, ahol ez a Demokrata párt, de az esetek túlnyomó többségében ez a Szerb Haladó párt. Ez az ő döntésük, ők tudják, hogy kivel tudnak együttműködni, kivel együtt tudják leginkább megvalósítani az érdekeiket. Azt mondta, hogy a program majd készül, azért a legfontosabb elemeket nyilván most is lehet ismertetni, hiszen nem egy teljesen új választási programról vagy arculatról van szó. Természetesen, ugyanis 24-ével kezdődik az élet, előzményei vannak neki, úgyhogy ilyen tekintetben a program az egyfajta elszámolást jelent, köztársasági szinten, önkormányzati szinten, tartományi szinten, másrésztről pedig a folyamatokban levő ügyeknek, illetve az elkövetkező 4 év vonatkozásában föltételezendő ügyeknek a kezelése tekintetében fogalmazza meg a koalíciós partnerok közös szándékát. Mond egy pár példát? Hát itt a 8-9 olyan téma fog lenni, ami köré a programot szervezzük. Ez mindenféleképpen a gazdaság, illetve a megélhetés kérdése, ez mindenféleképpen a mezőgazdaság kérdése, a közbiztonság kérdése, a migrációs kérdés, a szociális kérdések, egészségügyre vonatkozó kérdések, és környezetvédelemre vonatkozó ügyek, az európai integrációs folyamattal kapcsolatos elvárásaink, elképzeléseink, és nem utolsó sorban a politikai rendszer átalakításával kapcsolatos elképzelések, ugyanis ebben az elkövetkező 4 évben egészen bizonyos, hogy a szerb alkotmányt is változtatni kell. Ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, mert hosszú távon fogja meghatározni sok kérdésnek a kibontakozási lehetőségeit. Ezekre fog összpontosulni a választási programunk, de azt gondolom, hogy ugyanolyan komolyság fogja jellemezni, ugyanaz a szakmaiság fogja jellemezni, ugyanaz a közösségi elkötelezettség fogja jellemezni, mint ahogy ezt az előző időben is próbáltuk megvalósítani. Holnap kezdik az aláírások gyűjtését, itt Szabadkán a Magyar Házban gyűjtik, és önkormányzatokban is? Önkormányzatokban is mindenhol. A sajton keresztül értesülhetnek a polgárok arról, hogy hol és mikor kerül sor az aláírásgyűjtésre. Szeretnék ezúton is tisztelettel mindenkit megkérni, hogy szánja rá azt a pár percet, és aláírásával támogassa a köztársasági és az önkormányzati listát, és valamikor majd március végén a tartományit, amikor kiírásra kerülnek a választások. Ugye azt mondta a tartományi képviselőház elnökeként, hogy március 22-én írja ki a választásokat. Úgy szintén április 24-ére, úgyhogy a tartományi listára valamikor március 23-án, 4-én lehet gyűjteni az aláírásokat. A most gyűjtendő aláírásokkal kapcsolatban az a szándékunk, hogy holnap után, csütörtökön, pénteken meg legyen az a szükséges több mint 10 000 támogató aláírás, ami azt teszi lehetővé, hogy a köztársasági listát átadjuk, illetve ezzel párhuzamosan az önkormányzati listákhoz is össze tudjuk gyűjteni az aláírásokat. Egy fontos feladaton túl leszünk, és teljes kapacitással tudunk a kampányra koncentrálni. Milyen kampányt terveznek?
egy nagyon mozgalmas, erőteljes kampányt tervezünk, ugyanolyanokat, amilyeneket szoktunk, több csapatban az a szándékunk, hogy ne maradjon egyetlen egy olyan vajdasági magyar település, ahol legalább egyszer nem mutatjuk be az elképzeléseinket, nem számolunk el, nem mondjuk el azt, hogy mit kívánunk tenni annak érdekében, hogy segítsünk a potenciális szavazóinkon, elsősorban a vajdasági magyar közösség tagjain. Kik, illetve lesz-e kampányító rendezvény, közeledik március 15-e? A kampányító rendezvény az formális értelemben a március 15-i központi ünnepség fog lenni, de azt gondolom, hogy ez adja magát. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a kampány az folyamatosan tart, ez egy ünnepi nap fog lenni, ahol egészen biztos, hogy megfogalmazásra kerülnek azok a legfontosabb üzenetek, amelyek március 15-éhez illenek, és amelyek egyfajta kötelezettségvállalást is jelentenek a kampánnyal, a programmal és a kiállással kapcsolatban általában. Megint abban a pillanatban vagyunk, amikor a magyar szavazatok felértékelődnek. Ugye több fronton is folyik támadás, hogy így mondjam, a magyar szavazatokért, lett legyenek azok belgrádi, vagy akár szerpártok, civil szervezetek, tömörülések, kellendő a magyar szavazat. Foglalkozik ezzel a kérdéssel? Természetesen, de azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a vajdasági magyar polgároknak van tapasztalatuk. Mi egy megbízható pont vagyunk, akik nem csak a kampány idején és a választások előestén jelentkeznek, és nem kiszámíthatatlan kóvájgó politikai erőt képezünk, hanem egy megbízható, kiszámítható, bizonyított eredményekkel rendelkező párt vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen előnyt jelent, és azt gondolom, hogy a vajdasági magyar érdekek, magyar közösség tagjainak az az érdeke, hogy összpontosítsák az erőt, hogy összpontosítsuk a szavazatokat, hogy ez a biztos pont, ez az erőteljes parlamenti képviselet továbbra is működni tudjon. Milyen ambíciókkal indul a választáson, és hogyha lehet, akkor ezt egy kicsit konkretizáljuk. Ugye tudjuk, hogy ugyanaz az ambíciónk, ami folyamatosan volt a kisebbségi közösség számára, a kisebbségi pártok számára, a választások azok mindig hihetetlenül fontosak. Ennek bizonyítékaképpen utalnék csak az MKP pár nappal ezelőtti szereplésére. Mi arra készülünk, hogy továbbra is megőrizzük a politikai befolyásunkat országos tartomány és önkormányzati szinteken, ami azt jelenti, hogy érvényesíteni tudjuk a elképzeléseinket azokkal a partnerekkel, akikkel most stratégiai partnerségi viszonyban vagyunk, illetve akikkel úgy gondolom, hogy a választások után együtt tudunk működni, közösen megfogalmazva azokat a célokat, amiknek részét képezik azok az elképzelések, érdekek, amelyek a magyar érdekek is. Elnök úr, most köszönöm, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen a lehetőséget. Milyen számon kérhető feladatokat tartalmaz a kisebbségi akcióterv, és miért lesz jobb nekünk, vajdasági magyaroknak, hogy elkészült ez a dokumentum? Ezeket a kérdéseket teszem majd fel nem sokára Nyilas Mihály tartományi nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárnak, aki maga is részt vett a dokumentum kidolgozásában. Előtte azonban egy rövid összefoglaló arról, hogy mi is ez a kisebbségi akcióterv, amelynek kapcsán a kormány úgy fogalmazott, Szerbia elkötelezte magát a kisebbségi jogszabályozás és az intézményi rendszer mellett, ezt bizonyítja az akcióterv elfogadása. A magyar nyelvű oktatásra és a kisebbségi nyelvet beszélő személyek foglalkoztatására is kedvezően hathat ez a dokumentum, vélik a szakértők. A részarányos foglalkoztatás növelését és az anyanyelvű oktatás megőrzését támogatja a Nemzeti Kisebbségi Akcióterv. A dokumentumot csütörtökön a szerb kormány is elfogadta, így ezentúl nagyobb figyelem irányul a kisebbségi nyelveken, így a magyar nyelven történő oktatása is. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke úgy véli, ez nagy előrelépést jelent, a magyar nyelvű oktatás megőrzése a legkisebb közösségekben is elengedhetetlen. Az akciótervnek köszönhetően a közszférában dolgozók aránya is növekedhet a kisebbségek köreiből.
Szerbiában egy 4 éves foglalkoztatási terv készül, amelynek kivitelezését és folyamatát Brüsszelben is számon kérik az illetékesek. A dokumentum kidolgozásában részt vállaltak a Magyar Nemzeti Tanács és a tartományi kormány képviselői is. A nemzeti kisebbségeket érintő akcióterv elfogadása egyébként feltétele a 23-as fejezet megnyitásának. Az ország most ismét egy lépéssel közelebb került az Európai Unióhoz, folytatódhatnak a csatlakozási tárgyalások. A szerb kormány szerint az akcióterv elfogadása bizonyíték arra, hogy Szerbia elkötelezte magát a kisebbségi jogszabályozás és intézményi rendszer, valamint az emberi és kisebbségi jogok fejlesztése mellett. A közügyek vendége pedig Nyilas Mihály tartományi nemzeti kisebbségi nemzeti közösségi titkár. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon sokat beszéltünk erről az akciótervről. Beszéljünk most konkrét dolgokról. Azt mindenki tudja, hogy ettől jobb sorsot várhatunk, de milyen szempontból, miért jó az, hogy van egy akciótervünk? Jó estét kívánok. Valóban nagyok az elvárások az akcióterv miatt, hiszen akciókat, tevékenységeket, tetteket lát elő, és gyakorlatilag azt fedi, amit gyakran ismételünk frázisként, hogy a szavakról a tettekre kellene fokozottabban áttérni. A kisebbségi jogaink különböző jogszabályokban az alkotmánytól a kormányrendeletig rendezve vannak elég jól, ezzel szokott dicsekedni az állam is gyakran, de azt kell, hogy mondjam, a gyakorlat, ugye? Így van a gyakorlat, viszont a valós jogok megvalósítása az késik, és igen sok akadály torlódik ezek elé. Ez az akcióterv nem egy jogi dokumentum, nem egy jogszabály, hanem egy politikai dokumentum, tehát itt már feladatok vannak, és források vannak hozzárendelve ezekhez a feladatokhoz. Személyek vannak meghatározva, hordozók vannak a feladat, hordozói vannak a feladatoknak, és határidők vannak mindenek előtt, hogy valóban számon kérhető legyen mindaz, ami fel van sorolva ebben a mintegy 75 oldalas dokumentumban. Mi van felsorolva ebben a 75 oldalas dokumentumban? Ebben a 14 fejezetben, amelyekre tagolódik az akcióterv, az életünk szinte minden része szerepet kap, és leginkább az, amire talán a legbüszkébbek vagyunk, nem is volt ilyen külön fejezet eredetileg a szövegben, de mi ezt közben kiharcoltuk, ami részarányos foglalkoztatásra vonatkozik. Többen részt vettünk magyar oldalról is, Hajnal Jenő, elnök úr, én is, szakemberek a mi intézményeinkből, tehát akár az MNT-ből, akár a titkárságról, a tartományból, és kül munkatársként nem szabad, hogy elfelejtsük a VMS képviselőit a köztársasági parlamentben, és Deli Andort, mint EU-s parlamenti képviselőt, aki az ő szakértelmével szintén hozzájárult mindenhez. De itt az voltak... egyik a részarányos foglalkoztatás. Konkrétan mit mond ez az akcióterv? Részarányos foglalkoztatásról nagyon sok szó esett a múltban, és ez egy olyan rész, ami egyáltalán vagy nagyon nehezen tud megvalósulni. Itt most mindazok a problémák e körül, amik voltak, meg kell, hogy oldódjanak, hiszen egyrészt nyilvántartás lesz erről, pontosan tudni fogjuk nagyon rövid időn belül, mint egy éves időszak van erre számva, hogy a közszférában, a különböző részeiben a közszférának beleértve a közvállalatainkat, a rendőrséget, a katonaságot, az önkormányzatokat, a postát, és ne soroljam tovább, pontosan hányan dolgoznak, és hányan közülük azok, akik a kisebbségiek, konkrétesebben magyarok. Ezt hogy megtenni, amikor ugye a szavatot, hogy az ember nem köteles nyilatkozni sem a vallási, sem a nemzeti hovatartozásáról. Ez így van, de az érdek, miután jogokat kapunk, ennek kapcsán, hogy kisebbségek vagyunk, az diktálja, hogy az emberek megvallják azt, hogy kisebbségiek, és ezt egy jól átlátható eljárásban az anyakönyvvezetőnél fogják megtenni.
tehát nyilatkozhatnak, de persze ez nem kötelező, hogy mely kisebbséghez tartoznak, és ez bejegyzése kerül. Ezt miután... mindenki, vagy pedig csak aki az állami szektorban dolgozik? Ezt mindenki, hiszen nem tudhatjuk, hogy ki fog egyszer az állami szektorban dolgozni. Tehát aki jelenleg munkanélkül, az természetesen nem a közszféra alkalmazottja, de viszont ezzel, hogy ezt megnyilatkozza, erről írásos dokumentum születik, vagy kivonatot is szerezhet, ő amikor pályázik, ezt felmutatva, ha még a struktúra ott, ahol pályázik, nem megfelelő, ő neki előnye lesz. Tehát mindez ahhoz vezet, hogy valós joggá válik a lehetőség az, amit az alkotmány előírt, tehát, hogy részarányosan foglalkoztatva legyen. Tehát abból kovácsolhat valaki előnyt, hogy a valamely nemzeti közösség, kisebbség tagja? Természetesen, hiszen ez eddig semmilyen előnyt, sőt hátrányt jelentett. Épp ezért szükséges egy jó nyilvántartás és egy pszichikai nyomás is azokra, akik esetleg vissza szeretnének élni ezzel. Tehát ezt egyszer tehetjük meg, nyilatkozunk, és ez megmarad bejegyzésként az anyakönyvben, ami azt fogja jelenteni, hogy nem fognak visszaélni ezzel a joggal. Működni fog ez a gyakorlatban az ön meglátása szerint? Tehát, hogyha egy adott munkahelyre jelentkezik, majd két szerb munkavállaló érdeklődő, és adott esetben mondjuk egy magyar, akkor hogy a magyart vegyék fel? Szerintem működni fog, hiszen a jogszabályok erre kötelezni fogják a munkaadót. Már most is a megalkotásra került jogszabály ilyen értelemben, de most már az akcióterv egyértelműsíti ezt, hogy minden területén a közszférának ez kötelezően elő kell, hogy legyen írva. Tehát én nem látom azt, hogy itt bármilyen nehézség támadna e körül, hogy ez ne kerüljön alkalmazásra. Különösen, ha tudjuk, hogy Brüsszelből ezt folyamatosan ellenőrizni fogják. Tehát addig, amíg a csatlakozási folyamat megy, addig évente komoly ellenőrzés alá esik Szerbia, és ez a 4-5-6-7, nem tudjuk hány év, épp elegendő lesz az akcióterv határidejei ennek megfelelőek, hogy ez a struktúra javuljon, és végül elérje pontosan azt a struktúrát, amely a lakosság struktúrája, ami a nemzeti hovatartozást illeti. Tehát a részarányos foglalkoztatás az egyik ilyen fejezet, melyek vannak még benne, felsorolná? Azt hiszem, az oktatást külön hangsúlyozhatjuk, hiszen ez is egy olyan fejezet, ahol akár a műsor későbbi során a szerb nyelv oktatása is része ennek. Azután természetesen a nemzetközi kapcsolataink az anyaországgal egy fontos része az akciótervnek, hiszen itt ez a kisebbségi vegyes bizottság, amely igazán nem dolgozik, nem működik, fel kell, hogy éledjen az akcióterv alapján, és nem csak, hogy fel kell, hogy éledjen, hanem olyan határozatai, záradékai kellenek, hogy legyenek, amelyeket alkalmazni is fognak, végre fognak hajtani, hiszen ez is gond volt. Természetesen itt a hátrányos megkülönböztetés tilalmának a kérdése, ez is egy külön fejezett tárgya. Itt a gyakorlatban folyamatosan probléma volt például a gyűlöletből elkövetett bűncselekmények kérdése, hiszen ezt ez a bíróság, magyar verés, amit például a magyar köznyel verés is, vagy bármilyen olyan cselekmény, amelynek nemzeti indítatása van. Ezeket a tetteket nemigen büntették, és főleg az volt a gyakorlat, és jelenleg is az a gyakorlat, hogy nem minősítették megfelelően, tehát egy egyszerű verekedésnek, vagy pedig testi sértésnek. Jó, tehát hogyha valaki nemzeti indítatásból követ majd el valamilyen bűncselekményt, akkor az minősített eset lesz, és súlyosabb büntetés. Természetesen, járhat. Hiszen ilyen a büntető törvénykönyv, csak a gyakorlat, igen, ezt nem követte megfelelően, hiszen a bíróságok, a rendőrség, az ügyészség nem igazán tette a dolgát, tehát nem minősítette megfelelően ezeket a bűnöket. És ezt is ellenőrzik majd a csatlakozás. Ez is ellenőrizve lesz, és konkrét cselekmények, konkrét akciók vannak ennek kapcsán előírva, akár beleértve a
rendőri szervek oktatását, vagy a bírók oktatását, edukálását ilyen értelemben, és aztán annak számon kérését, hogy a statisztikai adatok mit mutatnak. Mi van még az akciótervben? Az akcióterv természetesen a hivatalos nyelv és írás használatot is taglalja. Itt is rengeteg a teendő, hiszen a valós életben sok területén, főleg a közszférának nincsenek tiszteletben tartva a jogszabályok. Itt az a lényeg, hogy életszerűvé kell ezt tenni. A kisebbségek, beleértve a magyar polgárokat is, szabadon meg kell, hogy vallják a jogukat, tehát kérniük kell az anyanyelvükön a különböző eljárások lefolytatását, és ezt kell minél gördülékenyébbé tenni, tehát úgy meghatározni ezeket a jogokat, a jogszabályokat úgy módosítani, hogy ez ne legyen kérdés egyetlen egy esetben sem. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a lehetőséget. Tárgyalóasztalhoz ültek az Európai Unió, a tagállamok és Törökország vezetői. A brüsszeli csúcs találkozó célja a migránsválság mielőbbi rendezése. Az egyeztetés középpontjában egy olyan akcióterv szerepel, amely segíteni Törökországot és Görögországot az Európára nehezedő migrációs nyomás megfékezésében. Az új uniós akcióterv keretében Ankara megerősíti határai védelmét, fellép az embercsempészek ellen, és visszafogadja az Európai Unióból kitoloncolt bevándorlókat. Brüsszel cserébe 3 milliárd eurót biztosítana a török kormánynak az intézkedések foganatosítására. Ankara valamivel több pénzre számít, hiszen a török kormány eddig közel 8 milliárd eurót költött a válság kezelésére. Brüsszel ígéretet tett továbbá a vízumliberalizációs tárgyalások, valamint Törökország EU integrációjának felgyorsítására. Ahmet Davutoglu török miniszterelnök a megbeszélések előtt kifejtette, az egyeztetések bebizonyították, hogy Törökország Európa fontos pillére. At the end of the day, our continent is our continent altogether, and we have to see the whole picture, not just irregular migration, but the whole future of our continent is on the table where we need solidarity between us. And I am happy today that there is a much more intensive awareness of these challenges. Görögországnak 300 millió eurós pénzügyi támogatást ígért az európai vezetés. Aténnek cserébe vállalnia kell, hogy férőhelyet biztosít azoknak a migránsoknak, akik Törökországba való visszaszállításokat várják. A görög kormány azokról a menedékkérőkről is gondoskodna, akiket az EU tagállamai osztanának szét egymás között. To have substantial results in this meeting between EU and Turkey in order to implement the action plan, in order to decrease substantially the flows and to smash the smugglers network. At the same time, it's necessary accelerate the relocation process. Az új európai stratégia óriási fordulat az eddigi európai migrációs válság kezelési tervekhez képest, vélik az illetékesek. A szöveg szerint a nyugat-balkáni útvonalat le kell zárni annak érdekében, hogy megszűnjön a térségre nehezedő migrációs nyomás. Angela Merkel annak ellenére, hogy ellenzi ezt, az utóbbi hetekben változtatott válságkezelési stratégiáján. A német kancellár a külső határok védelmére helyezné a hangsúlyt. Az elemzők szerint ez a végét jelenteni az Angela Merkel által filmjelzett nyitott ajtó politikájának. A német kancellár egyébként az utóbbi hetekben változtatott válságkezelési stratégiáján. Geht nur in Kooperation mit der Türkei. Das heißt, wir werden über diese Aspekte sprechen müssen und sagen, wie können wir sozusagen Ursachen beseitigen von Flucht, wie können wir die Außengrenze mit der Türkei Agenda. Nagy kérdés, hogy a nyugat-balkáni útvonal lezárása után merre mennének tovább a migránsok.
Olaszország attól tart, hogy Albániából áthajóznának a csizma déli részére. Továbbá Egyiptom és Líbia partjai felől is érkezhetnek. Szakértők ugyanakkor úgy vélik, hogy az átutazók leginkább szárazföldi útvonalat választanak majd. Bulgária is szóba jöhet, de ott kerítés épült a határra. A Grúzia-Oroszország útvonalat is valószínűnek tartják, ezért az európai vezetők a bevándorlók ellenőrizetlen áramlásának megakadályozásáról is egyeztettek. Az Európai Unió külső határait le kell zárni, a migránsok közvetlen áthelyezéséről pedig szó sem lehet, Magyarország esetében legalábbis semmiképpen, jelentette ki Orbán Viktor hétfőn az uniós és török vezetők rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozója előtt. Mint mondta, nincs esély arra, hogy a magyar kormány bármilyen engedményt is tegyen a betelepítési kvótákkal kapcsolatban. A brüsszeli tanácskozásra érve a magyar kormányfő hangsúlyozta, helyre kell állítani a törvényességet, és a schengeni megállapodás szó szerinti alkalmazása szükséges, hogy senki ne léphessen be engedély és se regisztráció nélkül Európába. A Görögországból vagy Törökországból közvetlenül hozunk át migránsokat, az felhívás keringőre, olaj a tűzre, csak még többen fognak jönni. Tehát a határok lezárása nélkül semmit nem szabad tenni. Úgyhogy a határokat le kell zárni, a közvetlen áthelyezésről nem lehet szó, legalábbis Magyarországot illetően semmiképpen. Az Európai Unió állam és kormányfői egyetértenek abban, hogy olyan megoldásra van szükség, amely nem csak néhány tagországban, hanem mind a 28 uniós államban csökkenteni a bevándorlók tömegét. Milyen legyen egy szerb óra, hogy a gyerekek, a diákok már az iskolapadokban megtanulják az államnyelvét, és azt hatékonyan tudják alkalmazni is a mindennapokban, illetve a továbbtanulás folyamatában is. Erre igyekszik megoldást nyújtani a Magyar Nemzeti Tanács. Pedagógus portálján például óratervek szerepelnek, péntektől elérhetőek a szerb nyelv, mint környezetnyelv oktatására vonatkozóan. A beszélgetést, amelyet most látnak Jerasz Anikóval, az MNT végrehajtó bizottságának elnökével és Kis Kornél szerb tanárral még csütörtökön rögzítettük. Miben változhat meg így az óra, hogyha pedagógus is vevőre, tehát van egy adott olvasmány, miben lehet most más a szerb óra? Hát talán azzal kezdeném, hogy az az adott olvasmány, az ugye nagyon sok éven keresztül alapvetően arról folyt a diskurzus, a vita, hogy azok az olvasmányok, amelyek szerepelnek ebben a tankönyvben, tehát a tankönyv kiadó által kiadott tankönyvekben, azok egyrészt a homogén környezetben élő gyerekek számára túlzottan magas nyelvi kompetenciát igényelnek, amivel ezek a gyerekek nyilvánvalóan nem rendelkeznek, illetve nagyon sok olyan kifejezést, archaikus kifejezést, turcizmus tartalmaznak, ezek lassan már közhelyek ebben a vitában, de ugye el kell újra és újra mondani, amelyeket adott esetben a szerbajkúak sem használnak már a való életben. Ilyen formán nem egy funkcionális tudást adnak át, hanem inkább egy elméleti tudásanyagot próbálnak. És gyakorlatilag ezeket az olvasmányokat adaptáltuk olyan nyelvi szintre, és olyan nyelvi... Nem használnám ezt a kifejezést, hogy átírtuk az olvasmányokat. Nagyon sok esetben egyszerűsítettünk ezeken az olvasmányokon, azért használjuk az adaptáció kifejezést, hiszen önmagában, tartalmában, szüzséjében ezek ugyanazok maradtak, csak azok a nyelvi fordulatok, amelyekkel ugye az operál, azokat leegyszerűsítettük egy használható szintre, illetve adott esetben modernizáltunk rajtuk egy nagyon picit, ugyanakkor viszont igyekeztünk arra is, hogy megőrizzük ezeknek a magát a tartalmát, hogy gyakorlatilag ugyanazt adjuk át a gyerekeknek, csak más módon, más eszközökkel. Illetve ami még változás történt a régi tankönyvekhez képest, hogy ugye hála a képzéseknek, az MNT által szervezett képzéseknek több olyan új módszerrel találkoztunk, amelyek a szerb, mint idegen nyelvoktatásban már jó ideje elterjedtek. Ugye együttműködünk egy újvidéki nyelvi központtal is, amelynél többször jártunk már képzésen kollégáimmal, akik ugye ezeken a szövegeken dolgoztunk, és több olyan módszert is elsajátítottunk, illetve tökéletesítettünk, amelyek segítettek minket ebben a munkában. Gyakorlatilag a funkcionalitást próbáltuk emelni, azért is hangsúlyozom ezt a kifejezést, hiszen valahol
igyekszünk ebbe az irányba, igyekeznénk ebbe az irányba elterelni a nyelvoktatást. Igen. Tehát van adott egy olvasmány, amilyen a szerb könyvekben szereplő többsége, török idők, szerb történelem, hogyan lehet azt úgy adaptálni, hogy abból mondjuk a szedett tudás alapján a gyerek elmenjen akár a boltban, vagy a buszállomásra, vagy bárhová, és ott meg merjen szólalni. Igen, akkor mondanék egy konkrét példát. Van egy olyan olvasmány a 6. osztályban, Dossziét Lirgyercsák. Tehát ez igazából a vicces, ugye, ami elméletileg bár a szerbnek hivatalos változata, ugyanakkor nem egyenrangú az Ekavicával. Ezt az olvasmányt átírtuk Ekavicára, egyszerűsítettük, illetve ebből ezt az olvasmányt, ha jól emlékszem, akkor operált olyan igéidőkkel, ami a mai szerben sem igazán elterjedt már. Ezt leegyszerűsítettük, azt hiszem, hogy egy perfekátra, tehát egy sima múltidőre. És gyakorlatilag ezeket a kombinációkat használva, tehát mondjuk egy perfekátos kombinációt kiragadva, olyan nyelvi gyakorlatokat társítottunk hozzá, ahol ezt a perfekátot, ezt a múltidőt tudja gyakorolni a diák. És a kiinduló az valahol mindig az, hogy az adott szóval indítunk, ami ugye megjelenik a szövegben, viszont aztán ezt a konstrukciót, ezt tovább görgetjük, és ezt a konstrukciót, ami ugye egy nyelvi konstrukció, ezt aztán már más példákon keresztül is érzékeltetjük, hogy hogyan lehet felhasználni. A másik, ami nagyon-nagyon hasznos találok, legalábbis a saját szempontomból, az az, hogy a szókincset is bővítettük ezáltal. Több olyan szót vittünk be ezekbe az olvasmányokba, amelyek adott esetben nem jelennek meg magában az olvasmányban, viszont fontosnak tartjuk a funkcionalitás szempontjából, azaz a hétköznapi életben várhatóan gyakrabban használják ezt a kifejezést, így aztán azokat igyekeztünk beépíteni ezek helyébe. A szernyelv esetében nincsenek még lebontva nyelvi szintekre ezek a kötelező szókészletanyagok, viszont az angol metodikája ilyen szempontból nagyon fejlett, és akkor abból vettük át. Hogyan építik tovább ezt a programot, hogyan járulnak majd hozzá, hogy az iskolákban működőképes legyen? Tehát ugye ez, amit most a tanárok kidolgoztak, ez az általános iskolák felső osztályára vonatkozik, 5-től 8-ig, és tehát az olvasmányokra koncentráltunk most. A képzések által megfogalmazódott az a tény valójában, hogy az órákat máshogyan kell felépíteni, tehát hogy a középpontba a beszédcentrikusság, a beszéd, a szókincsbővítés legyen, tehát mindegyik órában legyen ez bevidve, még ha a tanítási egység nem is engedi ezt meg, tehát próbálják a tanárok úgy felépíteni az órákat, hogy ez minden órában megtalálható legyen, és hogy a gyerekekben benne legyen az az igény, hogy minden órán megszólaljanak, akarjanak beszélni. Ugyanakkor természetesen terveink között szerepel az, hogy az olvasmányok feldolgozása mellett a nyelvtani részekre is az elkövetkezendő időszakban koncentráljunk, és ezek a szakemberek, akiket felkértünk, ők öten vannak, szinte évek óta együtt dolgozunk, és tudjuk, hogy milyen munkát produkálnak, tehát a legjobb szakembereket kértük erre fel, hogy ők dolgozzák majd ki a nyelvtani részeket is, tehát a nyelvi kompetenciákra a szükséges részeket, és ezek is folyamatosan felkerülnek majd az adatbázisunkra, tehát a pedagógus portálunkra, úgyhogy kérem a pedagógusokat, akik még nem regisztráltak, tegyék meg, kövessék az adatbázisunkat, kövessék az új tartalmakat, és akár véleményt is formáljanak, és fogalmazzanak meg felénk, hogy mik azok az igények, amik még megfogalmazódnak, és mik azok azok a szükségletek, amiket még pótolnunk kell. Egy nagyon rövid választ várnék csak. Bővítik-e a korosztályt, akikhez szólni kívánnak ezáltal? Tehát azt mondta, hogy a felsősök számára készült ez most, lehet-e szó majd alsósokról, esetleg középiskolásokról a folytatásra? Természetesen mindenképpen azon gondolkodunk, hogy a közeljövőben megszervezünk képzéseket a középiskolákban, gimnáziumokban tanító tanárok részére is, valamint az általános iskola alsó osztályra is gondolunk, bár el kell, hogy mondjam, hogy azok a tanárok, akik az általános iskolákban, alsó osztályokban dolgoznak, azok már részesei voltak ennek a képzésnek, tehát valójában betekintést nyertek ezekbe a módszerekbe, a nyelviskola, nyelvi központ által protezsált módszerekbe, úgyhogy azt gondolom, hogy ők is be tudják ezt már vinni az óráikba, és akár sikeresebbe is lehet az órákat tenni. Köszönöm, hogy eljöttek. Mi is köszönjük a lehetőséget.
Sokat segített a szlovákiai rehabilitáció, a cerebrális paralízissel világra jött Óbecsei Kalmár Erik állapotán, de a legtöbbet az őssejt terápiától várják a fiú szülei. Szlovákiába adományokból jutott el Erik és édesanyja, erről már korábban is beszámoltunk a közügyekben, illetve hírműsorainkban, most pedig azért fogtak össze Óbecsén, hogy a fiú őssejt terápiájára is gyűjtsenek adományokat. A 13 éves Eriknek deformált a gerince, nem tud beszélni és testhelyzetet sem tud egyedül felvenni. Minden nap görcsök, erős fájdalmak gyötrik. A fájdalmak enyhítésén segített sokat a kéthetes szlovákiai rehabilitáció. 7 különböző terápiákat kapott naponta, körülbelül 5 óra hosszát foglalkoztak a gyerekkel. Egy hét múlva nem ismertem még a gyereket. A fájdalmak, nem mondhatom, hogy teljesen megszűntek, csökkentek. Erik könnyebben mozgott, fel tudtam öltöztetni, mert mikor neki görcsei vannak, még egy majcát sem tudok ráadni, sajnos. Könnyebben tornázott, egy hét múlva örömmel szólt a doktornő, hogy könnyebben bírnak vele tornázni, és nincsenek úgy fájdalmai. 2 hét után Erik javulással fejeztük a rehabilitációt, és még egy nagy öröm, 1 kilót hízott. Erik a terápia óta nem csak könnyebben és fájdalommentesebben mozog, de a kedve is jobb. Én azt vettem észre, hogy azért sokkal lazább, mint volt, mivel hogy ugye görcsei vannak, meg hát ez a betegséggel jár, sokkal lazább, na most sokat foglalkoztak vele, úgyhogy jó kipárisztották, többet evett, többet nevet, szóval jobb a kedve is, olyan kicsit erősebb lett. Az édesanyja a legtöbb segítséget Erik nővérétől, Izabellától kapja. Szerinte Szerbiában Erikről szinte lemondtak az orvosok. Szerbiában, ugye Újvidéken nem is említették, hogy a gyereknek szüksége lenne izomerősítő, csonterősítő és agyserkentő gyógyszerekre. Ezt Szlovákiában tudtuk meg. Az édesanyja szerint a fiú izomlazítóból is fele annyit kap, mint amennyit az állapota indokol. Évente 2-szer kap Erik Újvidéken ezt az injekciót. Az azt jelenti, hogy az injekciónak a hatása 3 holnap. 2-szer ha kapja, az azt jelenti, hogy 6 holnapig a gyerek nyugodt vagy fájdalom mentes. A további 6 holnap vagy orvosságokat szed a gyerek, nem kapunk többet. Szlovákiában említette a doktornő, ha itt nem kapjuk az izomlazító injekciót, ő ott fogja Eriket elvinni a neurológhoz, és ő erősíti, hogy anélkül nem lehet se tornázni, meg a gyereknek az egész érzése nem lehet. Ezek fájdalmak, se nem tud aludni, se nem tud enni. Eriknek most új gyógyszerekre és további kezelésekre van szüksége. Családja az őssejterápiától várja a legtöbbet. Szlovákiában a doktornő azt javasolta, hogy ez a rehabilitáció után nagyon fontos lenne az őssejt operáció Eriknek, és ezt a rehabilitációt, ahol most voltunk, évente 2-szer ismételni. Ez volna neki az egészségének, a javulásának, meg a fájdalom csökkentése a megoldás. Változna abban, hogy mozdulatokat könnyebben tudna csinálni kézzel, lábbal. Az agykárosodás, ami történt szülés közben, azt javítani. Úgyhogy örülünk, hogy a doktornő is javasolja az őssejt operációt. Nagyon reménykedünk április 1-én, hogy a koncerton összejönne Eriknek az esélye a jobban létre. A gyógyszerek, a kezelések nagyon sokba kerülnek. Ügyüket felkarolta az Óbecsei Maszlácsák Pitypank civil szervezet. Jótékonysági koncertet szerveznek Erik javára. Odločili smo se na jedan krupan korak, svesni teške situacije, teškog vremena i
uopšte kako je danas teško doći do određenih donacija. Najviše želimo da uradimo na marketingu i da što više naroda, da što više ljudi čuje za malog Erika i za njegov problem i za problem konkretno kompletne porodice Kalmar. Az április 1-i koncerten Felipe Nesha a Galiából, Gale a Kerberből, Nadia a Generácia 5-ből, az Ubecsei Fingerbank, a török kanizsai Rockstars és a belgrádi Králjevszki Apartman. A koncert este 9 órakor kezdődik a sportközpontban. Az 500 dináros belépőkből befolyt összeget Erik gyógyulására szánják a szervezők. Ez volt már a közügyek, holnap 18:05-től Juhász Gábor és Bakos Viktor várja majd Önöket, szép estét!